Fenn kell tartanunk az emlékezés kultúráját, át kell adni az utódainknak. Nem szabad hagynunk, hogy a félelmeink visszatartsanak a reményeink követésétől, fogalmazott a polgármester dr. Csáky András. Évtizedekig vagy semmi, vagy csak hazugságok szóltak 1956-ról. A forradalom napjaiban és az azt követő véres diktatúra éveiben sokan áldozták életüket. Áldozatuk azonban nem volt hiába való, mert amiért életüket áldozták, a nemzet szabadsága 30 évvel ezelőtt megvalósult. Az elmúlt évtizedekben már csak rajtunk állt, hogyan sáfárkodunk ezzel a lehetőséggel. Az ítéletet utódaink fogják meghozni. Mi a forradalom üzenete számunkra? Az, hogy csak magunkra számíthatunk. Őrizzük meg nemzetünk önbecsülését, fogjunk össze ebben a nehéz időben is. Az ünnepségen történelmi visszaemlékezést tartott dr. Rácz János történész, aki úgy fogalmazott, a forradalom kitörési pontjának okát két ismeretlenes egyenletként kell vizsgálnunk, hiszen ezáltal tudhatjuk csak meg, hogy mi vezetett az október 23-ai eseményekhez. Az 1956-os forradalomban a fiatalok is kivonultak az utcákra, hogy kivívják szabadságukat és megváltoztassák a történelmet. Ez nem történt másképp Cegléden sem. Cegléden a Kossuth gimnáziumban is fölkeltek a fiatalok, kivonultak az utcára, és azt gondolták, hogy meg tudják változtatni a történelmet. És meg is változtatták. 56 után már nem lehetett úgy beszélni Magyarországról, mint 56 előtt. A fiatalokhoz fordulva én azt szeretném mondani számukra, hogy nagyon lényeges kérdés az, hogy a szabadságot mindig őrizzék meg a szívükben, és tegyenek meg érte mindent, hogy ez teljesüljön a jövő nemzedéke számára is. A megemlékezésen közreműködtek a Patkós Irma Művészeti Iskola tanárai. Ez a sebb már sosem gyógyul, ez a gyász örökké ég. A megemlékezés után a városvezetői, pártok, egyházak, intézmények, iskolák, civil szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés virágait a Szabadság fája emlékoszlopnál.